Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Fejlesztik az élelmiszeripart, több mint 3,5 milliárd forint értékű beruházás sorozat valósul meg Szekszárdon. Mesterképzést indít a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, cél a naprakész tudás megszerzése. Fejlesztések Dunaföldváron, megújult a település kommunikációs platformja. Vízkereszti kaland Gerjenben 12 kilométeres távot futottak a résztvevők, majd megmártóztak a Jeges-Dunában. Élelmiszeripari fejlesztésekre nyert 1,8 milliárd forintot két szekszárdi cég. A pénzből kétszer ekkora összegű beruházás sorozat valósul meg a Tolnai megyeszékhelyen. A támogatás elnyeréséről szóló oklevelét vette át Mészáros Péter. A szekszárdi borász családja két pályázattal 300 millió forint fejlesztésre fordítható pénzhez jutott. Ugyanennyit még hozzátesznek önerőként, hogy mások mellett saját pezsgőüzemet hozzanak létre. A Mészáros Borász Kft. Borászati technológiai üzeme fog ugye megújulni, illetve borászat fejlesztése és a tárolókapacitás növelése. A másik pályázatunk az pedig egy pezsgőüzem létrehozása, egy tradicionális pezsgő fognak készülni. Egy másik teipari, szintén szekszárdi cég pedig 1,5 milliárd forintot nyert. Ők 3 milliárd forint értékben alakítanak ki sajtüzemet. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondja, a fejlesztések több ezer szekszárdi és környékbeli ember megélhetését teszik biztosabbá. Több mint 3000 munkahelyet is jelent, tehát közvetetten több mint 3000 munka is így erősödött. A Mészáros Borház a szekszárdi borvidéknek több mint 10%-át dolgozza fel, 160 hektár saját szőlővel, illetve 100 hektárról vásárolnak még fel szekszárdi szőlőt. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára azt mondja, az elmúlt évtizedek legnagyobb élelmiszeripari fejlesztés sorozata kezdődött el idehaza kormányzati források bevonásával. Nagyon sok hasonló olyan projekt fog megvalósulni, amivel nem csak hogy a történelmi lemaradásunkat fogjuk pótolni, hanem mi abban a reményben tesszük ezt, a magyar kormány abban a reményben tesz forrásokat ebbe a projektbe és programba, hogy lényegében a nemzetközi versenyben is nem csak hogy megerősödünk, hanem sok versenytársainkat le is fogjuk hagyni ezzel a fejlesztésekkel. A két szekszárdi cég összesen 3,6 milliárd forint értékben valósít meg fejlesztéseket. 20.174 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.471.276 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 69, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.087 főre emelkedett. 3.145 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 164-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.346.000-en kaptak. Tolna megyében 403 új fertőzöttet regisztráltak kedden, ezzel a járvány kezdete óta 30.422-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Kifejezetten sikeresek voltak a januári oltási akciónapok, mondta György István, a miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az oltási munkacsoport vezetője kedden. Az államtitkár elmondása szerint a hónap első hetében 135 ezeren, a másodikon 142 ezeren, a harmadikon pedig 144 ezeren kérték a vakcinát, utóbbiak 81%-a már a harmadik oltást vette fel. Hangsúlyozta, hogy az Omikron variánsnak továbbra is nagy a fertőző képessége, illetve kiemelte, hogy orvosi ajánlás alapján már a negyedik oltásra is lehet időpontot foglalni. Idén is indít mesterképzéseket a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tanfolyamon résztvevők naprakész tudást szerezhetnek, és a képzés elvégzése után oktathatják a jövő szakembereit is. Ma Magyarországon a minisztériumi rendelet alapján 74 különböző foglalkozásban indítható mesterképzés. Már évtizedek óta minden évben mesterképzéseket indít a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara azoknak a szakembereknek, akik szeretnék továbbfejleszteni magukat és naprakész tudással rendelkezni, valamint a jövő szakembereinek oktatásában is részt akarnak venni.
2021-ben 11 fő élt ezzel a lehetőséggel. 5 fő szakács és 5 fő villanyszerelő kapott támogatott képzés keretein belül, illetve 1 fő önköltséges alapon. A Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara ebben az évben is lehetőséget biztosít támogatott mesterképzés és vizsgáztatás lehetőségére, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium tesz lehetővé. A tudásszint növelését az egyes szakmákban megfigyelhető szakmai forradalom, a technikai fejlődés és az emelkedő fogyasztói elvárások teszik elengedhetetlenné. A képzések akkor indulnak, ha a jelentkezők száma elérte a legkisebb szükséges létszámot. Minimálisan 5 főtől tudjuk indítani, tehát hogyha adott szakmában, amiben már kijött ugye a követelményrendszer, amit az előbb említettem is, megvan az 5 fő, akkor már el is indítjuk azt a képzést. Mesterképzést a minisztériumi rendeletek alapján 74 szakmában indíthatnak Magyarországon, jelentkezni pedig a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamaráknál lehet. A Magyar Falu program talán legnépszerűbb támogatási formájának a kisbuszok vásárlásának célja, hogy növelje a kistelepüléseken élők komfortérzetét, mondta Nagyvejkén Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. A helyiek elsősorban a rászorulók ebédjének kihordásában, a szociális ellátás segítésében és a gyermekek fuvarozásában látják majd hasznát az autónak. Akkor gratulálok hozzá. Jó egészséget, meg sok sikert. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője adta át a nagyvejkeiek új falu buszát. Országosan 2019 óta 200 milliárd forint érkezett a kis településekre, az idei esztendőben 14 pályázati alapon további 70 milliárddal bővül a keret, mely támogatás javítja és komfortosabbá teszi a falvakban élők életminőségét, mondta Potápi Árpád János. Körzetemben eddig 29 kisbusz került beszerzésre, és hát reméljük, hogy a 22-es pályázatok is majd újabb ilyen járművek megvásárlására adnak lehetőséget. Számos esetben a lecserélt járművek határon túli magyar közösségekhez, önkormányzatokhoz kerültek, segítve ezzel a munkájukat, tette hozzá az államtitkár. Nagyvejkén eddig egy személygépkocsit teljesített szolgálatot a falu gondoki hálózatban. Nagyvejke lakossága elidősödött, a fiatalok távol élnek, így a település a most megkapott autóval könnyebben tud gondoskodni a mindennapokat nehezen megélőkön. Magyarország kormánya 2010 óta 3,5-szeresére emelte meg a családok támogatására fordítható összeget, mondta el Zsigó Róbert, családokért felelős államtitkár. Hozzátette, a forrást a koronavírus járvány ideje alatt sem csökkentik, sőt, további emelést terveznek. Az államtitkár úgy fogalmazott, mindez a gazdaság sikeres újraindításának köszönhető. 2022-ben még több pénzt kapnak a családok. Februárban családi adó visszatérítést fizetünk a gyermekes szülőknek. Ennek összege szülőnként elérheti akár a 809 ezer forintot is. Biztosítjuk a családi adókedvezményt, a 4 vagy több gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességét és az első házasok adókedvezményét. Megújult Dunaföldvár teljes kommunikációs platformja. Az elmúlt évben az önkormányzat 4 millió forintot költött a helyi televízió és újság fejlesztésére, illetve a napokban egy új információs csatorna is bevezetésre került. A Dunaföldvári partoldalak megnyitotta online felületét. Horváth Zsolt polgármesterrel felvételhez készülődnek a megújult Dunaföldvári stúdióban az újonnan vásárolt kamerával a földvári tévések. 2021-ben a helyi önkormányzat 4 millió forintot költött technikai korszerűsítésre. Új számítógépek, szoftverek, vágóprogramok kerültek beszerzésre. Ennek teljes anyagi forrását, ennek az átalakulásnak, az üzemeltetésnek és a működtetésének annak biztosítani fogja Dunaföldvár város önkormányzata a 2022-es költségvetésében. Egy nagyon fontos, ez ugye az első lépés. A következő 2 évben további fejlesztés várható, melyre pályázati forrásokat is keresnek, valamint humán erőforrás bővítésre is sor kerül. A 25 éves helyi újság a havonta megjelenő partoldalak új megjelenést kapott, formailag, tartalmilag és színes lett.
A helyi televíziónál a heti egy adásnap kettőre bővült, és megszületett egy harmadik helyi média felület is, mégpedig a partoldalak.hu online újság. Van egy online felületünk, ami 0-24, oda az felügyelni kell, oda fel kell tölteni az anyagokat, ott nincs hétvége, ott nincs éjszaka, ott nap, hét-nappal átéve a szószoros értelmében egy olyan 2-3 emberrel, akik úgy stabilan itt vannak, mindenképpen bővülnünk kell, mert ez mindennapos munka. A Dunaföldvári partoldalak január 24-én nyitotta meg online felületét, melyen a helyi újságcikkek, televíziós anyagok naprakész formában jelennek meg. Magyarország csökkentette a legnagyobb mértékben a béreket terhelő adókat az elmúlt évtizedben. Erre Varga Mihály pénzügyminiszter hívta fel a figyelmet hivatalos Facebook oldalán. Az idei adócsökkentéseknek része volt a munkáltatói adó 600 milliárd forintos mérséklése is, ezzel Magyarország 2022-ben is megőrizheti az adócsökkentésben elért első helyét az uniós országok között, tette hozzá a miniszter. A bejegyzéshez mellékelt táblázat szerint 2009 és 2020 között Magyarországon 9,5%-ponttal kevesebb az átlagbérre számított adóék, míg a következő legnagyobb csökkentést Románia érte el a 6,1%-ponttal, Portugáliában pedig a legnagyobb volt az emelkedés 5%-ponttal. Nagy sikerrel rendezték meg a 2019-ben útjára indított Vízkereszti Kaland Gerjen névre keresztelt programot. A résztvevők minden év januárjában a paksi atomerőműből futják le a 12 kilométeres távot terepkörülmények között Gerjenig, valamint csobbannak a Dunába a Gerjeni kombkikötőben. Az idei év különleges volt, hiszen hóban és szélben teljesítették a kihívásokat a jelentkezők. A hó sem riasztott el a Vízkereszti Kaland Gerjen rendezvény résztvevőit szombaton. Összesen 59 futó indult el a paksi atomerőmű látogató központjától a gerjeni kombkikötőig. A 12 kilométeres távra indulókat Kovács Pál államtitkár úr és Kovács Antal az atomerőmű kommunikációs igazgatója köszöntötte. A terepfutásra jelentkeztek hobbi sportolók, de olyanok is, akik rendszeresen hódolnak szenvedélyüknek a futásnak. Hát most mondhatom, hogy kisújból kiráztam, de ez azért nem igaz. Ugye augusztus óta én már nem edzek a többiekkel versenyszerűen, csak hobbi szinten. Egy jó két héttel ezelőtt elkezdtem futni itt a faluban, és szépen felépítettem a távot 4-6-8 kilométerre, úgyhogy ez biztos, hogy segített benne, hogy végig tudjam futni. A futás után Süli János miniszter köszöntését követően 31 vállalkozó szellemű indult a Jeges-Dunába csobbanni. A jeges csobbanásra nem csak a térségből érkeztek szép számmal, hanem Szekszárdról és Budapestről is. Sőt, volt, aki jelmezben gázolt a vízbe, de akadt olyan is, aki a futás megkezdésétől végig egy rövid nadrágban töltötte a napot. Ilyen Wim Hof meditációt csinálunk előtte, több oxigént viszünk a vérbe, ez fog minket fűteni. Amúgy én még ilyen vizualizációs gyakorlatokat is csinálok futás közben. Lényeg, hogy sokat többre vagyunk képesek. Az, hogy minket úgy nevelnek európaiakat kint, nem Oroszországban gyerekeket, nem, de minket európaiak, hogy jaj, meg fogunk fázni, kimenjünk pulóba hidegbe, akkor kapunk, megfázunk, stb. És ezt mi elhisszük, és tényleg megfázunk közben. Te sokkal többre képes, hozzá lehet magunkat szoktatni. A résztvevőket lángos, zsíros kenyér, forró tea és forralt bor várta. A jelmezben érkezőket pedig ajándékcsomag. Regionális híreink következnek. Jön a járványok kora, a Covid azonban marad még a szakember szerint. SZIA-mentesség a diák munka során szerzett jövedelmet is befolyásolja. Népzenétől volt hangos Balatonboglár, métakurzust tartottak a fiataloknak. A járványok kora jöhet a következő években, ezt jósolják a kutatók az egész világon, mondta Jakab Ferenc pécsi virológus egy előadásán. A szakembert erről kérdeztük, illetve arról, hogy mit vár az Omikron variánstól, hogyan alakul a pandémia idén. A virológus szerint jöhet egy nyugodtabb időszak, de nem szabadulunk meg a Covid vírustól. A járványok korára kell felkészülnünk, mondta a Magyar Tudományos Akadémián tartott előadásában Jakab Ferenc virológus, a Pécsi Koronavírus Kutatóközpont vezetője. Ebben egyetértenek a szakemberek mindenhol, Jakab professzor szerint. Mi kutatók szerte a világon és Magyarországon is arra figyelmeztetünk, hogy a fertőző betegségek a térhódítása figyelhető meg az elmúlt években. Ez egy nagyon emelkedő tendencia. Láttuk ugye az ebola járványt, kisebb, nagyobb, lokálisan kitörő járványokat Afrikában,
Ázsiába és világszerte. Mi azt gondoljuk, hogy sajnos a számos globális tényező összefüggésében nézve az elkövetkező években fel kell készülnünk arra, hogy hasonló járványokkal kell számolni az emberiségnek. Az, hogy a helyi járványokból mikor és melyikből lesz világjárvány, mennyire súlyos helyzetet okoznak, ez megjósolhatatlan. Jakab doktor szerint a Covid-dal szemben is csak időt nyerünk idén. Lesz egy tavaszunk és egy talán fellélegezhető nyarunk, de hogy mi jön utána, mi lesz az összes a következő téli felső légúti fertőzések szezonjában, ez most nem megjósolható. Azt gondolom, hogy a populációt természetesen át fogja immunizálni az Omikron, azonban azt is vallom, vagy gondolom, hogy ez a védettség ez néhány hónap alatt lecseng, és a következő szezonban esetleg egy teljesen új variáns érkezik, és az Omikron ellen kialakult védettségünk is megkopik. Lehet, hogy visszatér egy olyan változat, amelyik a tüdőt is támadja, nem úgy, mint az Omikron. De enyhébb variáns is megjelenhet, ez is kérdéses ma még. Az oltások felvétele fontos a kutató szerint. Az első kettő alapoltás elengedhetetlen, a harmadik pedig emeli a védettséget még az Omikronnal szemben is. Az, hogy kell-e negyedik oltás, még kérdéses. A professzor szerint nem biztos, hogy szerencsés 4 havonta terhelni az immunrendszerünket. Szerinte az évenkénti ismétlő oltás lehetne megoldás, de ez is majd idővel kiderül, hogy járható út-e. Az idén január 1-től érvényesíthető 25 év alattiak adóalap kedvezménye befolyásolja a diákmunka során szerzett jövedelem adózását is. Erről beszélgettünk a NAV Baranyai sajtóreferensével Adópercek című műsorunkban. Barlai Krisztina elmondta, hogy különböző módokon foglalkoztathatóak a fiatalok, de oda kell figyelni arra, mikor biztosítottak és mikor kell járulékot fizetniük. Január 1-től már igénybe vehetik a 25 év alattiak az új kedvezményt, miszerint nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Az érvényesítés automatikus, amennyiben a fiatalok jövedelme nem haladja meg a 433.700 forintot egy hónapban. Ez a kedvezmény a diák munka során szerzett bevétel adózását is befolyásolja, tájékoztatott a NAV Baranyai sajtóreferense. Barlai Krisztina elmondta, hogy a 25 év alattiakat több formában is foglalkoztathatják. A leggyakoribb foglalkoztatási forma az iskola szövetkezeten keresztül történő munkavégzés, de egyébként ugyanúgy foglalkoztathatók, mint bármelyik másik felnőtt, tehát munkaviszonyban, például megbízási jogviszonyban, vagy egyszerűsített foglalkoztatással, vagy pedig háztartási alkalmazottként. Ha iskola szövetkezeten keresztül dolgoznak a diákok, akkor szem előtt kell tartani, hogy a társadalombiztosítási ellátás szabályai szerint nem biztosítottak, így járulékot sem kell fizetniük. Azonban, ha munkaviszonyban foglalkoztatják a tanulót, akkor biztosított, ami azt jelenti, hogy többek között táppénzre is jogosult, illetve munkaviszonyát a nyugdíjszámításnál is figyelembe veszik. Ebben az esetben 18,5% társadalombiztosítási járulékot kell megfizetnie. Ha pedig megbízási jogviszonyban dolgozik a fiatal, akkor arra kell odafigyelni, hogy milyen esetben biztosított. Hogyha így szerzett jövedelmük meghaladja a minimálbér 30%-át, akkor biztosítottak lesznek, járulékot kell fizetni, és személyi jövedelemadót is. Erre a része ugyanúgy vonatkozik a 25 év alatti a kedvezménye, tehát hogyha tudják érvényesíteni, akkor évközben is már érvényesíthetik ezt a kedvezményt, és akkor annyival kevesebb adót kell nekik fizetni. Emellett még egyszerűsített módon is létesíthető munkaviszony, például mezőgazdasági és turisztikai idénymunkára vagy alkalmi munkára. Háztartási munkát is végezhetnek a diákok, mint a gyermekfelügyelet, lakástakarítás, otthoni gondozás vagy korrepetálás. Mivel ez adó és járulékmentes munka, ebben az esetben nem vehető igénybe a 25 év alatti a kedvezménye. Cimbalomtól, Hegedűtől és Nagybőgőtől volt hangos a Balatonboglári Bábelkamp. Ezúttal Magyar Péter lakai tánczenékkel találkozhattak a Méta kurzus résztvevői. A fiatal zenészek az egész országból érkeztek, hogy elismert oktatóktól tanulhassanak. Muzsikaszótól volt hangos hétvégén a Balatonboglári Bábelkamp. A híres métatáborok nyomán 3 napos kurzust tartottak Bogláron. Ide már olyanok jönnek, akik valamilyen szinten már birtokolják a hangszertudást. Nagyon sokan vannak, akik a táborozós társaságból vannak, tehát érkeznek Budapestről, más-más településekről is. Családias légkörben zajlik itt ez a kurzus most, de ez a
tanulni vágyoknak igen jó hír, hiszen a nagy nevű oktatóink vele foglalkoznak a lehető legtöbbet. 12 óra oktatást kapnak a hétvégén az ideérkezők, és minden este egy összehúzása lehet megkoronázni az aznap tanult történeteket. András Győrből érkezett a kurzusra, hogy cimbalomjátékát továbbfejlessze. Mint mondja, a zenélés náluk nem családi örökség, ő maga viszont két hangszeren is játszik. Egyik anyám hegedült, és azóta senki a családba, és a konziba került a kezembe másodhangszerként a cimbalom. A másik szobában a nagybőgősök gyakoroltak, szintén Magyar Péter lakai tánczenéket. A fiataloknak Havas Réti Pál segített elsajátítani néhány fogást a hangszereken. Loránd egyenesen Birminghamből érkezett a kurzusra. Azért választottam ezt, mert legyen valami más azért az én családomban, mert mindenki a hegedűt választotta. A fiatal hegedű művészeket Loránd nagypapája, Römer Otto segítette a kurzus alkalmával. A népi hegedű tanár rendszeres résztvevője a karádi métatáboroknak is. Ők azért jönnek, hogy élményt szerezzenek ebbe a közegbe, ebbe a zenébe, tehát hogy legyen övék a muzsika, ami ugyan nem kimondottan ilyen céllal születik, inkább azzal a céllal, hogy mentsük meg ezeket a régi értékeket, tehát végül is az eredmény ezt tükrözi. A métakurzusok havonta várják a zenekedvelő fiatal tehetségeket, a tematikus oktatásnak köszönhetően pedig minden alkalommal más típusú muzsikával ismerkedhetnek meg. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Fejlesztik az élelmiszeripart, több mint 3,5 milliárd forint értékű beruházás sorozat valósul meg Szekszárdon. Mesterképzést indít a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara, cél a naprakész tudás megszerzése. Fejlesztések Dunaföldváron, megújult a település kommunikációs platformja. Vízkereszti kaland Gerjenben 12 kilométeres távot futottak a résztvevők, majd megmártóztak a Jeges-Dunában. Csütörtökön erősen felhős lesz az ég, azonban enyhébb idő várható, élénk északnyugati szélre van kilátás. Az éjszaka folyamán hideg front érkezik, elszórtan kisebb esőkkel, havas esővel, néhol havazással az északnyugati szél viharossá fokozódik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!